Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Karácsony előtt beújítottam pár aprósággal a számítógép ügyben, amiket fontosnak éreztem, és úgy gondoltam, hogy ideje ilyen irányba is bővíteni a számítógépemet. Persze, amit leginkább szerettem volna, az egy új videókártya. De azt nézzük, hogy jelenleg a piacon kapható kártyák a mostani kártyám fölött már nem éppen kifizetődő árérték arányban, eléggé túl vannak árazva. Pedig bizony azért így 2015 vége felé már nem egy olyan játék van, ahol a GTX 970 úgymond kicsit foghíjasan teljesít, full HD felbontásban is, hogyha szeretnénk maximum grafikán játszani. De hát bármennyire szerettem volna egy 980-at vagy egy 980 Ti-t, ott volt a másik éle a dolognak, hogy nem éri meg 150-160 ezret kiadni egy olyan kártyáért, amely 10-15%-kal erősebb a mostaninál. A 980 Ti esetében meg végképp nem éri meg kétszer annyit kifizetni, mint amennyibe a mostani kártyám kerül. Úgyhogy a legopcionálisabb megoldás az lesz, hogy meg kell várni az Nvidia Pascalt, hogy megjelenjen. Akkor valószínűleg egy új, jó árértékarány fog kialakulni ismételten. Ami viszont egy ideje már zavaró volt számomra, az a memória kérdése. Mindössze 8 GB-tal rendelkeztem. Ez a 8 GB, ez 2x4 GB kit modul formájában volt. Ugye, hogyha ezt szeretnénk bővíteni, akkor a legopcionálisabb megoldás az, hogy venni ismételten két ugyanilyen modult, és akkor azzal együtt tudunk bővíteni 16 GB-ra. Most ez a dolgot hasalt el, hogy egyszerűen nem lehetett kapni olyan memória modult, mint amilyenek nekem voltak. Így kénytelen voltam teljesen új modulokat venni. Ezúttal nem 2x4 GB-ot, hanem 2x8-at. A memória típusa az a Kingston HyperX Savage DDR3 1600 MHz CL9. Ugye mivel az alaplapom H97-es, így csak 1600 MHz-ig támogatja a memória órajelet, így fölösleges lett volna magasabb MHz-en üzemelő modulokat vásárolni, ez teljesen jó. Persze nem lehet azt kijelenteni, hogy a 8 GB már ne lenne elég, a legtöbb esetben még mindig elegendő a 8 GB memória is. De én úgy voltam vele, hogy nem akarom megvárni azt a határt, hogy majd mikor lesz az, hogy kevés lesz a memória. Rengeteg embernek van már 16 GB a gépébe, és bár sok játéknak még mindig ez van, hogy a minimum 8 GB az ajánlott 8 GB, nem ácska egy lépés az, hogy mikor lesz az, hogy az ajánlott 16 GB lesz. Úgyhogy összességében időszerűnek éreztem a bővítést. Egy más jellegű, viszont hasonlóan fontos komponense is ideje volt már egy új opciót nézni, amely választása elsősorban a nagymértékben megnövekedett tárhelyigény sarkalt. Napjainkban fontos kérdés az, hogy SSD vagy HDD, SSD is vagy csak HDD, SSD esetében annyi pénzért megéri-e a 128 vagy 256 plusz gigabájt tárhely, csak azért, hogy a Windows töredékidő alatt töltsön be. Netböngészőt ne egy pillanatnyi idő legyen megnyitni, hanem negyed pillanat. Úgy gondolom, hogy ezek fontos kérdések, amiben számítógépügyben döntenünk kell. Melyik az égető probléma manapság, hatalmas tárhelyigény, vagy az, hogy a gyorsnál is gyorsabban szeretnénk folyamatokat elvégezni a számítógépen. Valójában azt lehet mondani, hogy ez talán felhasználó és felhasználás függő. Én az az eset vagyok, aki semmire nem megy már 1 terabájt tárhelyjel, nagyon kettővel sem. Így egy borsos áru, kevés tárhelyen rendelkező SSD helyett inkább egy Seagate 3 terabájtos HDD-t vettem. 7200 fordulatszámon működik, 64 megabájtos, SATA 3-as Winchester. Igazából jobb és gyorsabb, mint amire számítottam, eddig meg vagyok vele elégedve. Sokan azt mondják, hogy a Seagate az nem olyan minőségi Winchestereket csinál, hogy a VD például sokkal jobb tőle, sokkal megbízhatóbb. Hát egyrészt ez olcsóbb volt, mint a VD, a Western Digitalból nem is volt 3 terabájtos, 2 terabájtos volt drágábban, mint a Seagate megfelelője, és 4 terabájtos volt valami irdatlanul drágán. Ehhez képest a 3 terabájt Seagate pedig alig volt drágább, mint a 2 terrás Western Digital. Most a Winchester vásárlására másrészben az is sarkalt, hogy az 1 terabájtos VD-re típusú merevelemezen az jó ideje már elég zajos.
hangosan felpörög, leáll elég gyakran, szóval egyre kevésbé lehet azt mondani, hogy halk és gyors a működése, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez ki fog kerülni a gépemből. Helyébe ez a 3 terrás merevelemez lesz, egy terabájtos SSHD társaságában. Úgy gondolom, hogy ez a 4 terabájt tárhely az megfelelő lesz egy időre. Bár nekem a videózással is hatalmas adatmennyiség halmozódik fel. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!